keze által formált eszközöket, a kúriák, kastélyok szervező erejét, műveltségét. Az előadás a 60-i Lili irodalmi csoport műsorával indult, majd Tyukodiné Márkus Marianna, a múzeum vezetője arról beszélt, hogy a 2017-es évben kiemelt szerepet kap a néprajzi hagyomány ápolása. A 60-i Széchenyi Zsigmond könyvtár ennek jegyében hívta meg a Magyar Néprajzi Múzeum Afrika gyűjtemény vezetőjét, dr. Földesi Edinát, aki Tordai Emil kutatói munkásságáról tartott előadást az érdeklődőknek. Ő avval kezdte a tudományos kutatást, hogy 4 évig ott élt, tehát mint gyarmati tisztségviselő, és ez alatt a 4 év alatt megismerte, és egyben meg is szerette az afrikai kultúrát, és ez elkísérte egészen élete végéig. Tehát nagyon sok mindent megtudott, nagyon sok mindent megismert, és ezt a kultúrát közvetítette minden szinten és módon az európaiak felé, akik abban az időben, hát nagyon sokan ugye lenézték az afrikaiakat, vadaknak tartották, stb. Tordai viszont nagyon sokszor összehasonlítja az európaiakkal. Tordai Emil közel 10 évet élt a kongói köztársaságban, majd megismerve az ottani kultúrát és művészetet, sokat dolgozott azon, hogy megváltoztassa azt az előítéletet és képet az afrikaiakról, amit a gyarmatosítók terjesztettek róluk Európában. Azt próbálta erősíteni, hogy mindegyik nép kultúrája éppen annyira fontos, mint a másiké. Megpróbálta megmutatni azt, hogy minden kultúra egyenrangú. Tehát nincsen alacsonyabb rendű, felsőbb rendű, stb., hanem nem lehet lenézni a másikat, hanem először meg kell ismerni a kultúráját, meg kell, és az hozzávezet a megértéshez, és ez nagyon-nagyon fontos volt Tordainak, úgyhogy ha két szóba szeretném összefoglalni az ő tevékenységét, tehát ami ugye lehetetlen, de azért próbáljuk meg ebből a szempontból megismerni és megszeretni. Tordai Emil közel 500 tárgyat bemutató gyűjteményi katalógusát 2015-ben jelentette meg a Magyar Néprajzi Múzeum. Az általa gyűjtött több mint 4000 tárgyból sok található a British Múzeumban, az Oxfordi, Bécsi és Párizsi múzeumokban is. A Magyar Néprajzi Múzeum büszkélkedhet azonban a második legnagyobb tordai anyaggal, amelyet a kutató 1909-ben ajándékozott az akkor még a Nemzeti Múzeum keretében működő néprajzi tárnak.